Margitka, lassan túl vagyunk a húsvéton, itt már a finisbe érkezve. Nagyon sok mindent megettünk, megittunk, megsütöttünk, tojást festettünk. Na de hogy is van tulajdonképpen ez a húsvét? Hogyan van az ünnepvárás? Van-e ünnepvárás? Mettől meddig tart az ünnepkör? És hát azok a szokások, amiket megéltünk, azok honnan erednek? Hát amik leggyakrabban előfordultak, az húsvét vasárnap és húsvét hétfőn történtek, és talán nincs is olyan gazdag ünnepség, mint húsvétkor. Nagyon-nagyon sok népszokás van, és ezt mindjárt bemutatnám. Tátrai Zsuzsanna, nagyon híres néprajzkutató készítette ezt a könyvet, Jeles napok ünnepi szokások címmel, és én is tulajdonképpen ebből tanultam, amit nem éltem meg gyerekkoromban, mert én is falun éltem, de már nálunk annyira nem éltek ezek a népszokások. Már akkor nem éltek a népszokások, akkor igen, mi a helyzet, igen, a mai világban? Ugye azért az ember manapság már a húsvétból is sajnos azt érzi, vagy éli meg, amit karácsony kapcsán is nem egyszer, nem kétszer megfogalmazunk, az értékek, a tárgyak, várják a gyerekek a nyuszit, kívánják az ajándékokat, és hogy nagyobbnál nagyobb dolgok történjenek, de magukat, a szokásokat, és mindent, amely a húsvéthoz kapcsolódik, már nem is az, hogy elfejtették, lehet, hogy soha nem is tudták. Tanítják ezt valahol? Nekünk szülőknek kell otthon tanítani? A nagyszülőktől kell ellesni? Hát most már a nagyszülők sem nagyon ismerik ezeket a régi szokásokat. Művészeti iskolákban mi még tanítjuk a folklór ismeret keretében, de hát ugye kevés gyerek jár művészeti iskolába. Hol kezdődik el az ünnep, vagy az ünnepvárás? Mettől meddig tart? És hát tulajdonképpen mik az elemei? Mert van, aki nagy hétről beszél, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, tehát minden egyes kis napnak megvannak a maga rítusai, honnan indul és meddig tart? Igen, ez fehér vasárnap, húsvét előtti vasárnapon kezdődik, ami tulajdonképpen nem túl gazdag népszokásokban, és tulajdonképpen egyházi dolgok, a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, ugye nagy pénteken történik Krisztus halála, nagy szombaton, és nagy szombat este tulajdonképpen van a feltámadási körmenet, és ugye úgy szól, hogy harmadnapra feltámad, gyakorlatilag vasárnap hajnalra történik a feltámadása. Ugye a húsvét vasárnap az a kereszténység legnagyobb ünnepe, tudjuk, hogy a Krisztus feltámadásának az ünnepe, és a neve, hogy húsvét vasárnap, ez onnét ered, hogy vége a nagybőjtnek, és most újból lehet a húst magadhoz venni, tehát húsvét. Megünnepléséről már a harmadik században is vannak adatok, de igazából elterjedt csak a 8. századtól. Hát nagyon fontos dolga van ennek a húsvétnak, meg általában az ünnepeinknek, a víznek fontos szerepe van. Itt mondok néhány dolgot, amit korábban csináltak. Aki hamarabb merít a vízből húsvét hajnalán, az lesz a szerencsés ember. Aztán napfelkelte előtt keresztútra öntött víz, az a jégeső ellen védi az embereket. Aztán húsvét vasárnap reggel piros tojást tettek a fürdővízbe, hogy egészségesek legyenek. Most húsvét vasárnapról elmondanám azt, hogy teljes munkatilalom volt, nem hajtották ki az állatokat, éppen csak megitatták. Nem söpörtek, mert azt mondták, hogy akkor elsöpörnék a locsolókat. Húsvét legjellegzetesebb dolga, hogy végre lehet bálokat tartani, és igazándiból innét van a lakodalmaknak a tavaszi időszaka, itt kezdődik. Húsvét vasárnapján
ételszentelés egy nagyon fontos feladat volt a régi paraszt embereknek, falusi embereknek. Sonkát, bárányt, kalácsot, tojást és bort is szenteltek. Általában elvitték reggel a templomba, és ott megszentelte a pap. A jellegzetes ételek, amit már említettem, a sonka, bárány. A bárány tulajdonképpen Krisztust jelképezi. A tojás, az élet, az újjászületésnek a jelképe, és a feltámadott Krisztusnak is a jelképe a tojás. Itt egy nagyon kicsit megállnék a tojásnál, igen, mert hogy a tojáshoz rengeteg élmény kapcsolódhat gyermekkorban, felnőtt korban, eladó asszonykorban. Tehát a tojást az csütörtökön, elméletileg hivatalosan csütörtökön festjük a tojást? Hát azért ezeknek is csütörtök megvannak a csütörtök pénteken. Igen, igen. Aztán igen. Tudom, hogy a tojás, legalábbis ahogy olvastam, egy olyan szokás is volt, hogy a piros tojást a vízbe merítették, és abban a vízben kellett a hölgyeknek, uraknak az arcukat megmosni, hogy egészségesek maradjanak. Igen, igen, de igen, hogy a tojásnak még egy szerepe van, ebben legyél kicsit a segítségemre, hogy a tojásnak a héját kellett a küszöbre helyezni, és amelyik legény belépett a házba, rálépett a tojáshéjra, olyan mesterségű lesz majd a házban eladó sorban lévő hölgynek, a férjének a mestersége. Na látod, én is tanulok tőle. Én is tudok újat mondani. Igen, szóval igen, akkor a tojásnak azért elég fontos igen, szerepe igen, nagyon, volt. Igen, nagyon-nagyon sok rétű. Igen, de igen, miért kell pirosnak lennie a tojásnak? Nagyon sok, nem csak pirosat. Tehát, hogy a tojás az bármilyen színű bármilyen lehet, színű lehet, például festettek hagymával zöld növényeket, tehát zöld is lehetett, sárga is lehetett, tehát sok színű volt. Hát igen, korábban nem ez az egyszerű módi volt, hogy bemegyek a hipermarketbe, megveszem a tojásfestéket, hanem igen, különböző igen, zöldségekkel, igen, különböző alapanyagokkal, igen, azoknak levelével igen, festették meg őket. Ez egy ilyen közösségi program volt, ez egy ilyen családi program, baráti program, akkor összejöttek az apróságok, meg a nagyok, és hát mindenki festette a tojásokat. Igen, igen, és ha már a tojásoknál tartunk, már az avari sírokban a honfoglalás előtt is találtak karcolt, tehát hímes tojásokat. Tehát akkor nagyon érdekes nagyon, dolog nagyon ez. Nagyon igen, vissza. Régi. Aztán akkor ott van a sonka főzés, ami számomra megint újabb élményeket és emlékeket idéz fel, amikor főtt a sonkát, ahhoz ugye hozzányúlni nem lehetett. Az ember majdnem az nap folyamán jól lakott az illatokkal, és amikor bementünk a nagyi konyhájába, és próbáltunk lecsípni egyet, az a tipikus jelent, hogy a kezünkre csaptak, és nem a sonkából, már nem, majd holnap. Miután megszentelték. Így van, utána, és még azt is ki kellett várni, tehát igen, a vasárnap az igen, tényleg akkor arról szólt, amikor igen, aztán vége van a bőtölésnek, és az ember végre ehet, igen, ihat, igen, és dínom meló. Így van. Összejöttek a családok, jellemző ez ma még a mai időkben, mennyire tartják még meg azt, hogy a családok, az egész távoli rokonok megkeresik egymást? Én úgy gondolom, hogy azok a családok, akik régen, tehát többnyire azt hiszem, akik falun éltek, náluk volt ez szokás, és azért ezek a családok meg is tartották, tehát van elidegenedés, ami ugye divatos most mondani, de azért talán azt tapasztalom, hogy kezdenek visszatérni a régi jó szokások. Nem túl jó dolog miatt ez szerintem felhatványozódott manapság az, hogyha együtt lehetünk, akkor minden áron legyünk együtt, mert volt olyan időszak ugye az elmúlt 2 évben, mikor nem lehettünk együtt, és online világon keresztül tartottuk a kapcsolatot, mert nem lehetett közel menni, nem lehetett annyian összejönni. Na de a húsvét az most megint egy olyan ünnep, amikor aztán mindenki összejöhet, az ország minden egyes tegletéről összejöhet a család, és akkor megtartják a húsvétot. Vasárnap mi történik még húsvétkor, miután ehetünk, ihatunk? Hú, nagyon gazdag, nagyon gazdag. Onnét kezdeném, hogy
szombatról vasárnapra virradóra volt egy ilyen szokás, hogy Jézus keresés, Krisztus keresés, végigjárták a faluban, vagy a falu környékén levő kereszteket, és a legutolsó keresztnél eldugtak egy Krisztus szobrot, és azt, ahogy megtalálták, akkor azt diadalmenetbe vitték vissza a templomba, ez volt a Jézus keresés, amit Erdélyben még mindig megtartanak. Azért ezt nagyon jó ez hallani, hogy szép. Valahol ez még megvan. Aztán a húsvéti határjárását azt hiszem, hogy ez most teljesen elveszett már. Ez most valószínű, hogy nem kivitelezhető. Igen, ennek az volt a feladata, hogy a tavaszi vetéseket mágikusan megvédjék az időjárás viszontagságai ellen. Aztán a határjelek megújítása és a források megtisztítása. Ezt is vasárnap délelőtt szokták, húsvét vasárnap délelőtt szokták csinálni. Aztán nagyon szép népszokás volt a zöldágjárás. Ezt ugyan nem csak húsvét vasárnap, hanem más tavaszi vasárnapokon is szokták, ami a természet megújulást és átjelképezte, énekes népi játék, a falu végén fölálltak párba, zöld ágakkal kaput tartottak, a hátsó végigvonult, és így tovább, és így tovább, és így mentek végig a falun énekelve. Ez egy nagyon szép játék, amit ma már csak színpadon látunk sajnos. Aztán, ami nem annyira ismerős, a kakaslövés. Kakaslövés. Hát kakaslövés. Ez újdonság számomra. Igen. A legények kakast vásároltak, 4-5-öt. Na nem arra lőttek, hanem... Bíztam benne. Papírból kivágott kakasokra igen. lőttek, és aki a legjobban beletalált a szemébe, az lett a győztes, és akkor este... Az anyukák, a fiús anyukák megfőzték a megvásárolt kakasokat, és akkor este ebből volt a bulizás. Akkor rátérnék a húsvét hétfőre, aminek a legismertebb a locsolás, és még talán ezt még tartják is. Legalábbis a borókás fiúk biztos, hogy meglocsolják a lányokat. Pont ahogy így végig gondoltam én is ezt a locsolást, ami igazából még a mai napig életben van és megmaradt, az talán egyrészt annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon nagy korosztály az, aki részt vesz a locsolásban, az egészen picitől a 100 évesig bárki, és ahogy így végigvezettem magamban, valahogy arra a következtetésre jutottam, hogy egész pici korában, amikor már fogni tud valamit a fiúgyermek, az tuti biztos, hogy édesapa oda viszi édesanyja közelébe, és egy kicsit ráfújja a parfümet, aztán mikor már totyog, jön, megy, akkor apuka elindul, és végigjárják a falut, a rokonságot, a barátnőket, jön ennek a kiskamaszok, a 10 éves fiúk, akik bringára pattannak, ők már nem feltétlenül a piros tojás fejében, hanem némi csörgés fejében indulnak meg, aztán jönnek a felnőtt fiatalok, akik párjukat, édesanyjukat, szeretteiket, és ott vannak az idősek, akikhez már lehet, hogy mi megyünk, de akkor is részt veszünk benne, nagypapáinkhoz, dédieinkhez elmegyünk, mert ők még tartják, ők meg akarják locsolni az unokát, a dédunokát, tehát mondhatom azt, hogy tulajdonképpen a locsolás az 1 éves kortól 100 éves korig tart. Igen, azért hozzátenném, hogy ez eredetileg csak a lányokat illet meglocsolni. Na, tessék, kérem szépen, ez ma már kifejlett odáig, igen, hogy minden nőneműt igen, meglocsolnak. Igen, tehát igen, a férjezetlen igen, hölgyekre igen, kell gondolni, igen, őket lehetett igen, csak locsolni. Igen, mindig víz, mi volt az eredeti, az első locsoló eszköz, locsoló hát halmazállapot, nem is tudom minek mondja. Az eredeti az a víz volt. Általában elmondták a fiúk a locsoló verset, én egyet itt fölírtam, fölolvastam. Mindenképpen. Ennek a háznak udvarában szép kis kertet, szép kis bimbót láttam. Vizet hoztam a tövére, szájon áldás a fejére, szabad-e locsolni. Nagyon-nagyon jó. Ez annyira tetszett, jó, nekem, gondoltam, hogy elmondom. Kellett meglocsolni a lányokat?
hogy egészségesek, frissek, vidámak legyenek, tisztító és termékenységvarázsló szerepe volt. Régen azért akkor éltek ezek még, hogy kihozták a lányokat a házba, igen. És egy dézsavízzel bizony arcon borították őket. Igen, olyan is volt, hogy a kúthoz odahúzták őket, és akkor zutty. És akkor innét van a neve is, hogy vízbevető, vízbehányó hétfő. Így is hívták, mert bizony nem maradtak szárazon a lányok. Régen. És akkor mit illett a fiúknak cserébe adni? Előkerültek ilyenkor a tojások? Igen, vagy igen. Sóka esetleg? Hát kezdetben csak a tojás volt az, amit a fiúk kaptak érte, és ugye itt volt a piros színnek a szerelme, az piros színt kapott. Hogy ebben is van egy kis kurpli, tehát az kis a fiatal csavar. Ember, aki kicsit közelebb igen. állt a leánykához, pirosat igen. kapott, a többiek igen. meg kéket, zöldet vagy igen. sárgát. Igen, éppen, így van, igen, igen. És amiről mai napig már hallani sem lehet, de ez is egy a locsoláshoz hasonló népszokás, a vesszőzés. Ez nem hangzik jól, ha így hirtelen végig gondolom, remélem nem a fiúk vesszőzik a lányokat, mert akkor aztán vizet kapunk, vesszőzés, nem egy kellemes ünnep a hölgyeknek a húsvét. Hát ez olyan, hogy is-is. Is-is, a lányoknak is lehet fonott, a fiúkat? Igen, nagyon igen, jó. Igen. Ilyen vesszőből fonott kis korbácsokkal megütögették a lányokat, tehát ugye sok szoknya volt a lányokon, ezt nem érezték. Viszont ugyanolyan hatása volt, tisztító, termékenység, varázsló. Itt is mondanék egy kis versikét. Mindenképpen, szívesen vesszük. Keléses ne légy, bolhásos ne légy, esztendőre még frissebb légy. És akkor megütögették a lányokat. Hát ez inkább bort kaptak a fiúk, érte? Itt már nem tojást kaptak, hanem bort, meg kalácsot, és a lányok a korbácsra kötöttek egy masnit. Itt volt jelentősége a színnek, vagy bárminek, nem, hogy ki mi ezt összeallagott? Nem. Viszont itt a lányok is megveszőzhették a fiúkat. A mai kornak a vívmánya, vagy az újítása az, hogy, mert hogy ilyesmit is olvastam, de hát gondoltam, mindenképp megkérdezem a szakértőn, hogy ha bolondok napjára esik a húsvét, akkor a lányok meglocsolhatják a fiúkat, vagy ezt a 21. század szülte, és valami feminista mozgalom úgy döntött, hogy na most aztán visszaadjuk azt, amit kaptunk. Nem, ez a bolondok napja, az nagyon újkori találmány. Az nagyon újkori találmány. Az újkori találmány, tehát a néprajzban ilyenről nincs szó. Hogy mik azok, amit esetleg a borókás kapcsán is említeni tudunk, amit önök folyamatosan, amit ti folyamatosan tartotok, beépítetek, megjelenítetek? Mert hogy valljuk be, ahogy a beszélgetést elkezdtük, hogy ma már alig tartják, hogy még a te idődben sem tartottak már annyit, akkor kinek a szerepe, vagy kinek a lehetősége az, hogy ezeket megismerjék, tartsák, és átadják a jövőnek? Én azt hiszem, hogy a média is egyre többet foglalkozik, hogy dicsérjek benneteket, foglalkozik a régi népszokásokkal, és hát a szülők is most jobban megismertetik a gyerekeket, fontosabbnak tartják talán a múltunkat. Felértékelődnek ezek a dolgok, és ugye egyre többször látszódik más ünnepek során is, hogy az ember próbál visszamenni a gyökerekhez, hogy honnan eredhet. Mondhatjuk azt, hogy akkor ez az ünnepkör egy kicsit önmegtartóztatásból, nyugodtságból, türelemből, kívánásból átível egy mulatásba, egy ünneplésbe, és hogy azért ez így egészen szép és kerek. Igen, igen. Hát a húsvéti bált régen nem mulasztották volna semmiféleképpen sem, most már sajnos. Falvakban még van, Felsőszentmártonban még van húsvéti bál. Igen, a húsvéti bál. Ott volt valamilyen szokás, ami maga a bálon történt, vagy olyan, ami ahhoz köthető volt? Hát különféle játékok, amit szoktak, de nem a húsvéthoz kapcsolódó játékok.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a bemutatót. Én nagyon remélem, hogy sok mindent megtudtunk és megtanulhattunk, mert hogy tényleg jó megtanulni azt, hogy mi honnan is ered tulajdonképpen. Igen, és én bízom benne, hogy egyre inkább megelevenednek ezek a régi szokások.